a városi környezetben is sokszor zöld bundába öltözött fém és beton részeket találhatunk, olyan, mintha egy lián tömeg szőtte volna körbe, de nem erről van szó, egy látszárú növényről, aminek a szára felfut, kapaszkodó szőrei segítségével, és amúgy ez egy nagyon közönséges, gyakori növényünk, ugyan ki lesz ő? Hát a komló, vagy az is a felfutó komló, a Humulus lupulus. A sok morfológiai érdekessége mellett egyik, hogy heterofíliája van. Lehet látni, hogy a levelek, hogy halvány zöld, az szinte teljesen tagolatlan, itt balra két hármasan tagolt, hasadt levéllel van dolgunk, és közben, hogyha megnézzük, mik ezek a pici kis képletek, ezek a fiatal női virágzatok. Hú, nem ezt szoktuk meg. Hát a komló virágzatát, helyesen a női virágzatát, a toboszkát egészen másnak ismerjük. A virágzatok körül, és itt a termős virágzatot lehet látni, toboszka virágzatot, lévő levelek, azok tagolatlanok, épszélűek, egyet kisebbet, egy nagyobbat is lehet látni ebből. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A előzetes képek alapján egy jól ismert növényről lesz szó, ami nem más, mint a komló, vagy felfutó komló, a Humulus lupulus. Láttuk, hogy bármire könnyen felfut a szára, láttuk a leveleit is, hogy a levelei keresztben átellenesek, és ez a felfutás jobbról tekeredik, óramutató járásával megegyezően a szár, és ez azért tud bármilyen felületen könnyen megtapadni, vagy megragadni, mert kis íjszerű, tüskeszerű képletei vannak. Ezt gyorsan le is rajzolom. Itt lehet látni a szárat, és ezen a száron mint egy íj úgy helyezkednek el ezek a kapaszkodó szőrök tulajdonképpen, amik nagyon éleltek, és már a rómaiak arra gondoltak, hogy a fiatal komló, amikor a fákra fölmászik, belevési ezzel a kis íjak segítségével magát, és élősködik rajta. Innét van a neve, Humulus lupulus, mint egy a farkasocska, tehát a lupulus név ebből adódott. És ezek csak a női virágzatok, hol vannak a hím példányok? Amit láttunk, azok a fiatal női virágzatok voltak, egészen pici aprók a levelek hónájába. Nem ezt szoktuk meg. Lerajzolom, hogy ez hogy néz ki. Gyakorlatilag csökevényes lepellevelei vannak, és a lepellevelek tövében rendszerint kettő darab hosszú, kétágú bibével kinyúló termős virágai vannak. Amiket a fiatal kis termős virágzatot láttunk, ott ez a szálkás elrendeződés a bibeszálaknak köszönhető, amelyek túlnyúlnak ezen a redukált lepellevelen, illetve a virágok tövében található murvaleveleken, felleveleken. Két laki a növény, külön vannak a porzósok, és külön vannak a termős virágok. Amikor a porzós virág szélnek ereszti a pollenjét, akkor nagyon sokszor el is fog száradni, de ez a pollen el fogja kapni ez a hosszú bibefelület, és sokáig életképes is lesz a pollen, szépen megvárja, amíg a termős virág a megtermékenyítésre majd éretté válik. És ezzel párhuzamosan szépen kialakul a mi jellemző virágzatunk, amit úgy hívunk, hogy toboszka, ilyen sematikusan rajzolom, így szoktuk ábrázolni, nem toboz, nem komló toboz, hanem toboszka,
Sőt, hogyha megnézzük, általában ezek is úgy rendeződnek, hogy a középső dobozka az jóval nagyobb, és van még a virágzati kocsányon lejjebb is néhány virág, illetve néhány virágzat. Ezek tulajdonképpen füzér virágzatok, és füzéres kettős bogas elrendeződés tesz, mert ugye a csúcson lévő virág, illetve a csúcson lévő virágzat, virágokból képződött virágzat jelenik meg legelőbb, az lesz a legnagyobb, és aztán kisebbeket láthatunk. A murva levelek tövében és a redukált lepellevelek tövében lévő mirigyek termelik a humulint és a lupulint, amit sokszor érdemes kesszyűvel szedni, nehogy valami bőrgyulladást okozzon. Ez az, ami felhasználható a gyógyászatban, a sörgyártásban. Hogy néz ki a porzós virágzat? A porzós virágok esetében a lepellevelek száma rendszerint, nem rendszerint, lepellevelek száma 5. 5 darab lepellevél van, 5 porzó, és ezek alkotnak következő virágzatot, de már így ki is tudjuk találni. Így van. Így helyes, a főtengelyek jelennek meg. Először az ott lévő virágok fognak először kifejlődni, egy kettős bogas fürt virágzat fog majd így kialakulni. Ez a porzós virágzatra jellemző. A kérdés még az, hogy milyen termése van a komlónak. Tehát ebből a felsőállású magházból fog majd kialakulni egy kicsi apró, bordázott, felületű mag termés. Tehát ugyanúgy, mint a kendernek, a csalánnak, a komlónak is mag termése van. Először a komlót nem sörgyártásban, hanem fűszernövény, illetve zöldségnövényként fogyasztották, hasonlóan, mint a spárgát, a fiatal, friss, csúcsi 20-30 cm-es hajtásokat használták föl, amelyek nagyon kellemes ízűek, én is kipróbáltam. Ott még a levelek egészen aprók, és hatalmas, nagy pálha levelek, szív alakú pálha levelek fedik ezeket a keresztben átellenesen induló levél kezdeményeket. Ez a friss komló hajtás, ez még teljesen üde, később egy picit meg fog majd fásodni, és ezért is nem csak a gyógyászatban használták fel számtalan formában, és most is tudjuk, hogy nyugtató, ugye, alvásjavító, sőt, étvágyjavító hatása is van, de kötelet is készítettek egy kicsit a kenderhez hasonlóan belőle. Köszönöm szépen!